Operett összeállítással érkeztek múlt hét végén Hajdúszoboszlóra a nagyváradi MM Pódium és a Szigligeti Színház színészei. A siker a szabadtéri színpadon sem maradt el. Lárifári, avagy a Magyar Operett Királyai címet viselő előadásukkal kedveskedtek az érdeklődőknek, amiben a Magyar Operett 150 évének történetét igyekeztek bemutatni. Persze nem lehetett a 150 évet egy előadásba belezsúfolni, úgy ahogy mondtam is ezt az előadásba, de az első 50 évet mindenképpen megpróbáltuk az ő Blaha Lujzájával, Konti Józsefével, vagy Rákosi Szidijével előadni, ami tulajdonképpen fő jellemzője volt a kezdeti korszakoknak. Az előadás maga az nehezen állt össze, körülbelül fél év munkája volt benne. Ez azt jelenti, hogy a zenei anyagot és a táncokat folyamatosan készítettük. Az év elején, januárban mondhattuk azt, hogy na most már összeállt ez a kis műsor, aminek volt egy kerete, volt eleje, vége. Tehát mindenképpen ez most már színházban is helytálló produkció, és nem csak úgymond részeket, operettslágereket adunk elé, hanem egy konkrét előadásról van itt szó, magyar operett történetéről, és nem véletlen az alcím se, hogy a Magyar Operett Királyai. Ami azt jelenti, hogy mi a legnépszerűbb, a legismertebb, a legsikeresebb dolgokat vittük színre, mert ugye az mindig siker. Mit gondol és hogyan látja a mai Nagyon örülök annak, hogy most is sokan gyűltek össze, de nem csak a népszerűség, nem csak a közönség létszáma határozza meg, hanem a közönségnek a színvonala, a milyenje, az összetétele. Nagyon örülök annak, hogy együtt énekeltük a Hajmásit, a Húzzacsakot, Cintányéros Cudarvilágot a közönséggel, hiszen ez ott van a szívünkbe, lelkünkbe, Terongyos Élet és az összes többi olyan dallam, olyan szöveg, amelyen reggel ébredünk és egész nap elkísér. Jövője és a jelene, hát azt hiszem mindennél többet mond az, hogy a Fővárosi Operett Színházat nemzeti szinté emelték, tehát ezzel is a nemzet részévé tették az operettet, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok fiatal csatlakozott, nem csak a mi csapatunkhoz, hanem általában ebben a műfajban nagyon sokan találják meg maguknak azt a, mondjam így, egy kicsit habos-babos világot, rózsaszín világot, amelyet mindenki a gyerekkorából mentett át felnőtt korba. Hiszen egy igazán optimista mese mindenkinek kell az életben. Összességében az egész tetszett tényleg. Nem lehet úgy mondani, hogy most valamelyik kevésbé. Hát tényleg, mindegyik. Az különösen nagyon tetszett, hogy a nagyváradiak jöttek ide el a Hortobágyra, a Hajdúszoboszlóra. Ezt a magyar operett csokrot, tehát koszorú, ez a hatalmas gyönyörűség volt, hogy ezt itt láthattuk, és akkor hát ez maga egy felemelő érzés, hogy az egyévi tartozástól kezdve, hogy magyarok zene világ nélkül, vagy határ nélkül, ez egy szenzációs, nagyon kellemes nyári este volt, úgyhogy mindig itt szoktunk lenni, úgyhogy örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget is. Láthatóan a népes közönség tetszését is elnyerte az előadás, melyet néhány hét múlva teljes egészében levetítjük önöknek.